Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Több mint 700 millió forintos támogatást nyert el Nyírtelek önkormányzata egy komplex szolgáltatóvárosháza kialakítására. Erről is szó lesz a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Vállalkozások segítése, szolgáltatások a kamarai hozzájárulásért. Agrárfórum Újfehértón a támogatási lehetőségekről tanácskoztak. Fejlesztések Nyírteleken, új helyen alakítják ki a városházát. Március 31-e a határideje az 5000 forintos kamarai hozzájárulás befizetésének. Hogy mit kínál mindezért a Szabolcs-Szatmár-Pereg Vármegyei Kereskedelem és Iparkamara, és melyek a vállalkozásokat érintő aktuális legfontosabb változások, arról Párkányiné dr. Csurka Edina, a kamara főtitkára számol be részletesebben. Jó estét kívánok, köszöntöm! Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást. Igen, aktuális kérdés ez, és nem csak a határidő miatt, hanem azért is, mert annak ellenére, hogy a működésünk, kamarai működésünk közel 30 éves múltra tekint vissza, mégis sokan kérdezik, és sokszor, hogy mit ad a kamara, mit kapunk az 5000 forintért. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben tájékoztassuk a vármegyei vállalkozásokat a tevékenységünkről, szolgáltatásainkról. Kezdjük talán azzal, hogy nem kapnak postán értesítést a vállalkozások. Ügyfélkapun kell figyelni az értesítést. Igen, a kamarai hozzájárulás beszedése központosításra került. 2022. januártól már nem a területi kamarák részére fizetnek be a vállalkozók, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére, és tulajdonképpen ők hivatali kapun keresztül küldik ki ezeket az értesítéseket, és nem postai úton. De a március 31-e az mindenkire vonatkozik, és megmaradt az 5000 forint is, azért ez már nagyon hosszú évek óta ennyi ez a díj. Na, mi az, amit nyújt ezért a kamara? Ez mindig a kezdetektől, amióta bevezették az 5000 forintos kamarai tagdíjat, azóta mindig kérdés, hogy mi az, amit kapnak ezért a vállalkozások, és van-e ebben változás, és hogyan fejlődött ez az elmúlt időszakban? Igen, széleskörű, komplex, könnyen elérhető szolgáltatásokat kívánunk nyújtani, melyek hozzáadott értéket jelentenek a fejlődésükben. Már a vállalkozási tevékenység megkezdése előtt állók is fordulhatnak hozzánk a tevékenység indításához kapcsolódó kérdésekkel. Igen gyakori, hogy milyen szakképesítések szükségesek ahhoz, hogy egy tevékenységi kört elindítsanak, illetve szükséges-e hatósági engedély, bejelentési kötelezettség. A már működő vállalkozások életében is előfordulhatnak elakadások, vagy olyan váratlan helyzetek, amiben esetleg tudunk segíteni. Ingyenesen biztosítunk gazdasági, pénzügyi, jogi tanácsadást hitelhez jutási kérdésekben szintén. Részesei vagyunk a Széchenyi Kártya programnak, több mint 20 éve sikeresen működik ez a hitelhez jutási rendszer. A hiteltermékek igen kedvező fix kamatozás mellett vehetők igénybe. Ezen kívül segítjük a vállalkozásokat a pályázat figyelésben, üzleti ajánlatok kiközvetítésébe bel- és külföldön egyaránt, üzleti partnerkeresésben. Ezen kívül üzletember találkozókat szervezünk, képzési programokat. Itt a képzési programoknál említeném, ami igen sikeres volt az elmúlt években, a mentorprogram, illetve vállalkozói tréningek. Itt a résztvevő kis- és középvállalkozások számára nagy vállalatói szakmai mentorálást biztosítunk. Ezen kívül a fogyasztók érdekérvényesítését is segítjük a békeltető testület működtetésével, illetve szakképzési feladataink vannak, az elég széleskörű. Duális képzési tanácsadói hálózatot működtetünk, mesterképzéseket, vizsgáztatásokat, pályorientációs tevékenységet látunk el, a kamarai gyakorlati oktatók képzését és vizsgáztatását is végezzük. Ezen kívül a kamara fontosnak tartja, hogy a Vármegyében sikeresen működő vállalkozások tevékenységét népszerűsítse, és ennek érdekében kitüntetéseket adományozunk erre alkalmas vállalkozásoknak, érdemes vállalkozásoknak. Ilyen díjakat alapítottunk
tehát tulajdonképpen azért, hogy elismerté tegyük a példaértékű munkájukat. Ilyen díjaink az év vállalkozása, ezen kívül az év kézműves, szolgáltató, ipari és kereskedelmi vállalkozása, valamint szakképzési területen is vannak díjaink, kiváló gyakorlati oktató és tanuló, illetve kiváló gyakorlati képzőhely címeket adományozunk. A sikeres vállalkozások mellett, és különösen az elmúlt egy-két évben azért nagyon sok vállalkozás került nehéz helyzetbe. Tud-e a kamara segíteni ezeknek a vállalkozásoknak, illetve mennyire tudja rugalmasan lekezelni, vagy lekövetni a kamara a gazdasági környezet változásait? Igen, fontosnak tartjuk azt, hogy a szolgáltatásainkat igazítsuk a vállalkozói igényekhez és a gazdasági változásokhoz, az épp aktuális kihívásokhoz. Folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeket a változásokat, és ennek megfelelően igyekszünk egyrészt tájékoztatást nyújtani, illetve egyfajta, tehát mint érdekképviseleti szerve a vállalkozásoknak egyfajta kapcsolatot, összeköttetést létesíteni a döntéshozó szervek felé. Folyamatosan jelentkezik az igény a vállalkozók részéről az új gazdasági intézkedésekhez való alkalmazkodás segítése terén. Tehát gondolok itt akár az adójogszabályok, katatörvényváltozás, vagy akár az, ami az elmúlt években ugye a COVID-helyzet kihívásai, illetve a háborús helyzet és az energiaválság napi kihívásai és problémái. Úgyhogy ebben fordulhatnak hozzánk, és igazából megkereséseink révén tulajdonképpen az ő jelzéseiket a döntéshozók felé tudjuk közvetíteni a országos kamarán keresztül. Itt igyekeznek figyelembe venni azokat a kéréseket, azokat a jelzéseket, amiket ugye a vállalkozók részéről kapunk. Ezért is nagyon fontos, hogy amikor mi kérdőívekkel keressük meg a vállalkozásokat, annak tulajdonképpen ez a célja, hogy ezzel tudnak ők is egy kicsit segíteni saját magukon is, tehát hogy változtatni az irányokon. Mi ennek látja most a jelenlegi vállalkozási helyzetet a megyében? Úgy gondolom, hogy... Sokan kerültek bajba, vagy tudnak alkalmazkodni a megyei vállalkozások ezekhez a kihívásokhoz? Igen, hát sokan kerültek nehéz helyzetbe, de igyekeznek ehhez alkalmazkodni, meg azért ugye próbál, tulajdonképpen a központi kamara is próbál ebben segítséget nyújtani a vállalkozások részére. Hát elsősorban ugye a Széchenyi kártya hitel, ugye a forrásigényt igyekszik kicsit javítani a vállalkozások számára. Ezek nagyon kedvező kamatozással vehetőek most igénybe, és konkrétan azokban a helyzetekben segítenek, amik most az utóbbi pár évben felmerültek. Nagyon sok rendezvényt sorolt fel, hogy mi mindennel várja a kamara, akár üzletember találkozóval, vagy konferenciákkal a vállalkozókat. Nemrég volt egy ilyen, azt gondolom az aktualitásokról, akár a munkatörvénykönyve változásáról. Mi volt az, ami most éppen aktuálisan fontos tennivaló? Minden évben megrendezzük az adófórumunkat. Ez különösen nagy érdeklődést mutatnak a könyvelők, tehát ugye a cégek részről a könyvelők, illetve a helyi iparűzési adó változásai, valamint idén a munkatörvénykönyve is jelentős pontokban módosult, ezért februárban tartottunk egy tájékoztató előadást ezekről a kérdésekről, illetve most március elején volt a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatosan egy rendezvényünk, ahol a termékdíj változása mellett választ kaphattak a résztvevők arra, hogy mit jelent a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, illetve milyen szabályok vonatkoznak a hulladéktermelőkre, illetve az egyszerhasználatos műanyag termékekre is. Kik azok a vállalkozók, vállalkozások, akikre különös figyelmet fordít a kamara? Van-e valamilyen stratégiai elképzelés? Igen, nagyon sok jelzés érkezett a fiatal kezdővállalkozások, vállalkozók részéről, hogy sokszor egyedül érzik magukat a problémáikkal, és ez is adott nekünk egy olyan indítatást, hogy létrehoztuk a Fiatal Vállalkozók és Menedzserek Klubját,
úgy gondoljuk, hogy ez a vállalkozói közösség tudja segíteni az ő problémáik megoldását. Tehát itt a közös rendezvényeken, programokon, szakmai találkozókon, tréningeken meg tudják beszélni az aktuális problémáikat, tapasztalatcserére alkalmas jó gyakorlatok megosztására egyaránt, illetve az uniós prioritásokkal összhangban 2023-ban szeretnénk előtérbe helyezni a női vállalkozókat, a nők vállalkozóvá válását, mentorprogramokkal, tréningekkel és aktuális témákban tartott előadásokkal. Párkányi dr. Zsurkálinak köszönjük, hogy mindenről beszámolt, és a nézők figyelmét felhívjuk a március 31-i határidőre és az ügyfélkapu használatára. Köszönöm szépen, hogy beszámolt. Én is köszönöm szépen. Bejátszással folytatjuk. Több mint 5300 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak a gazdálkodók 2027-ig. Erről beszélt Nagy István agrárminiszter néhány nappal ezelőtt Újfehértón. Az új pályázati lehetőségekről szóló fórumon elhangzott, a cél a mostaninál versenyképesebb mezőgazdaság kialakítása. Az ágazat nagyon nehéz időszakon van túl. A hatékony termelést a koronavírus járvány, a történelmi mértékű asszály és a szomszédunkban dúló orosz-ukrán háború is nehezítette. Áprilisban kezdődik a terület alapú támogatások benyújtásának időszaka, ezért az Agrárminisztérium gazdafórumokon hívja fel a lakosság figyelmét a jövőben lehívható támogatásokra. Kezdődik a terület alapú támogatásnak a benyújtási időszaka. Falugazdász kollégák felkészülve, képzéssel várva, részünkről minden formában megjelenítve, jogszabályokkal, honlappal, tudásátadással felkészülve, el fog kezdődni áprilisban a területalapú támogatásnak a benyújtása. Fontos időszak. Csak azért is fontos, mert a viszontagságos gazdálkodási körülmények között, amely a tavalyi évet jellemezte, gondoljunk csak az asszályra, azért október 16-án mintegy 322 milliárd forint egy összegben, egy hét alatt minden gazdálkodónak ki lett fizetve. Ez önmagában megalapozza ennek a súlyát, annak a jelentőségét, és hogyan is fogja ez majd befolyásolni mindannyiunknak a gazdálkodását. Az előző ciklushoz képest háromszor több támogatási forrás áll majd rendelkezésre a magyar mezőgazdaság számára, mondta Nagy István Újfehértón. Az agrárminiszter rámutatott arra is, hogy a pályázati rendszerben minden gazdasági szereplő számára lehetőség nyílik a fejlesztésre. Minden tervezésünk azt a célt szolgálja, hogy hogyan tud a magyar mezőgazdaság versenyképesebb lenni. Több mint 5300 milliárd forint pályázati forrást tudunk számukra biztosítani. Az elmúlt időszakok nehézségei, akár a Covid-járvány, akár a történelmi méretű aszály, akár a szomszédunkban dúló orosz-ukrán háború, az erre adott szankciós válaszok, amelyek energiaveszélyhelyzetet idéztek elő, inputanyag ár növekedést idéztek elő, ez mind-mind olyan nehézség volt, amelyben nagyon derekasan kellett helytállni. Mi arra biztattuk a gazdákat, hogy, és biztatjuk ma is, hogy ezekben a nehézségekben lássák meg a lehetőséget. Lássák meg azt a lehetőséget, hogy az emberek gondolkodásában egyre inkább középpontba kerül az élelmiszerellátás. Egyre inkább középpontba kerül az, hogy hogyan lesz biztonságos a mezőgazdasági termelés, és ezáltal a mindennapi élelmiszerhez való hozzájutás. És ez óriási lehetőségeket hordoz magában. Ráadásul e nehézségekben a kormány hozott egy nagyon fontos döntést. Azt a döntést, hogy a nemzeti társfinanszírozás mértékét 80%-ra emeli föl. Ez biztosítja azt, hogy az előző Európai Uniós ciklushoz képest a mostani háromszor több beruházási forrást tud rendelkezésre bocsátani. Mit akarunk elérni ezzel a háromszoros forrása. Szeretnénk azt, hogy versenyképesebb legyen a mezőgazdaság. Szeretnénk, hogy a gazdáinknak több jövedelme legyen. Szeretnénk, hogy a helyi gazdaság erősödjön. Szeretnénk hangsúlyosan az élelmiszer és feldolgozó ipart fejleszteni. Hiszen most is több mint 750 milliárd forintot különítünk el arra, hogy a beruházásokat meg tudják valósítani. Hiszen azt látjuk, hogy pont ebbe vagyunk lemaradva. Hiszen termelni már tudunk, az elmúlt időszakban is Európa első három országai közé tartoztunk mindig a termelés kibocsátás növekedésben. Viszont amikor azt vizsgáltuk meg, hogy az egy hektáról eső nyereség, jövedelem hogyan alakul a gazdák számára, akkor azt láttuk, hogy bizony Európa
EU-hoz képest 53%-nál tartunk, csak az EU 27-ekhez képest. Tehát ezt nem lehet így hagyni, hogyha azt szeretnénk, hogy a generációváltás sikeres legyen, ha azt szeretnénk, hogy a helyi gazdaság erősödjön, a megmaradás erősödjön és meglehessen, akkor muszáj valami olyan intézkedéseket hozni, ami az ő megélhetésüket biztosítja és garantálja. Ezért kellett az, hogy a kormány 80%-ot tegyen hozzá a nemzeti társfinanszírozásként. Ez egy óriási lehetőség, és mindezek mellett, hogy erősítjük az élelmiszeripart, a helyi gazdaságot, növelni szeretnénk az exportot, hiszen 50%-kal mintegy 15 milliárd euróra szeretnénk eljuttatni a magyar exportot 2030-ig. És természetesen minden gazdaságot élénkítő beruházás egyben a zöldítést is szolgálja. Tehát közben egy fenntarthatóbb jövőt szeretnénk, egy olyan mezőgazdaságot, egy olyan bennünket körülvevő környezetet, amely fenntarthatóbb, élhetőbb, zöldebb, mert az unokáinknak tartozunk felelőssége, hogy milyen jövőt hagyunk rájuk. Éppen míg jöttünk ide, Papp Zsolt helyettes államtitkár úrral vidékfejlesztési forrásokról beszéltünk, és épp ő jelezte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez 450 milliárd forintnyi pályázati forrás jutott az elmúlt időszakban. Tehát nagyon sikeresen pályáznak az itt élő emberek, és természetesen az újfejlesztőek is, hiszen minden termelési feltétel adott. Ráadásul olyan tudás és tapasztalat van, és olyan erő és tenni akarás az itt ülő emberekben, amely sikeres vállalkozókat hoztak felszínre, és Újfehértó gazdasági jóléte, ereje, az mind-mind az itt ülő emberek munkájának eredménye. Hisz a föld nem mindig jó minőségű, a dorog felé eső az jobb, böszörmény felé már kevesebb, tehát az természetesen mindig hozzájárul ehhez, de az emberek akarása, vállalkozó kedve, az kárpótolja esetleg azokat a nehézségeket, ami egyébként fölmegy. Én azt tudom ígérni mindenkinek, hogy ez az új stratégiai terv, ami 2027-ig most meghatározza a mindennapi életünket, a gazdákét, az hordozza magában azt a lehetőséget, amely, aki fejleszteni akar, amilyen álmaik vannak, azt mind meg tudják valósítani. Hiszen a pályázati rendszerünk is három léptékű, tehát vannak a legkisebbeknek a kisüzemi pályázat, akinek önrésze sincsen. Nekik tudunk adni 15 ezer eurót úgy, hogy nem kell önrészt hozzátenni. Ez a legkisebbeknek való, műveik meg a kertet, kettő tehén helyett legyen három, ők azok, akik kézműves terméket állítanak elő, ő miattuk fejlesztjük az önkormányzatokkal a piacot, hogy lehessen ezeket a termékeket hová vinni. Tehát a legkisebbeket is fejlesztjük. Aztán jönnek a középléptékű, tehát a családi gazdaság méretek, amik általában 200 és 500 millió forint közötti pályázatok igénybevételét teszik lehetővé, hogy tudjanak fejleszteni. És természetesen jönnek a nagyobb léptékű pályázatok is, akár 5 milliárd forint támogatás összegig, pontosan azért, hogy nagy komplex beruházásokat is meg lehessen valósítani, mert a mezőgazdaságban dolgozóknak mindenki két kezének munkájára szükség van ahhoz, hogy az előttünk álló kihívásokban eredményesek és sikeresek tudjunk lenni. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, választókerületében országos viszonylatban is kiemelkedő mennyiségű nyertes pályázat valósult meg a korábbi években. Az elmúlt uniós ciklusban a vidékfejlesztési programokból jócskán részesedett a választókerületünk is. Ez a jócskán, ez azt jelenti, hogy több mint 51 milliárd forint érkezett a gazdálkodókhoz, mezőgazdasági vállalkozókhoz, kistermelőkhöz, őstermelőkhöz. Ebből a 400 milliárd forintból, amelyet az előbb említett miniszter úr, ebben összesen 4100 pályázat volt nyertes, és ilyen formán a legnagyobb összegű támogatás állattartó telepekre érkezett, több mint 5 milliárd forint értékben, erdősítésre közel 300 gazdálkodónak 7 milliárd forint, úgyhogy a választókerületünk a megyében az országban elsők között van a vidékfejlesztési programok lehívását illetően. Ez egy nagy eredmény,
és hallottuk az előbb miniszter úrtól, hogy a következő időszakban még több lehetőség lesz a gazdálkodóinknak, kell is, hiszen a szabolcsi földek gyengébbek, mint a Hajdú megyei vagy az ország más részén lévő nagyobb aranykoronás földek. Itt sokkal nehezebb a termelés. Remélem, hogy az a program, amelyet Papp Zsolt helyettes államtitkár úr jóvoltából az Agrárminisztérium fogalmazott meg Brüsszel irányába, az lehetőséget ad az alacsony jövedelmezőségű területek művelőinek, és ebben reménykedek, hogy ez lehetőséget ad majd a nyírségi gazdáknak is. Az elmúlt hetekben több település polgármestere beszámolt az idei évi feladatokról. Nyírteleken is van mire nézni 2023-ban, a fejlesztések mellett ugyanakkor a következő hónapokban az intézmények fenntartása is sok fejtörést okoz az önkormányzatnak. A részletekről Szekeres József polgármestert kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Kezdjük, valami estét kívánok. Mivel kezdjük, polgármester úr? Mi az, amire a legbüszkébb itt az elmúlt egy-két évben? Egy pici visszatekintéssel kezdjük. Egy-két évben. Azt gondolom, hogy arra vagyok a legbüszkébb, hogy mielőtt ez az energiaválság bekövetkezett, mi már elkezdtünk előre gondolkodni, és intézményünket megújuló energiával, napelemmel láttuk el, illetve ez megfelelő fűtési rendszert, világítási rendszert kezdtünk el már alkalmazni, illetve a közvilágítási rendszerünket is megújítottuk teljességébe, és ennek az lett az eredménye, hogy ugye most van egy nagyfokú szorítás rajtunk, de azért ez a szorítás mégse halálos, hogy képletesen fogalmazom. Mekkora terhet jelentett ilyen módon a rezsi emelkedés? Hát igazából azt, hogy mekkora terhet jelentett, azt számszerűen nem is szeretném elmondani, hanem inkább azt, hogy valami 7-szereződött, valami 10-szereződött, de sok intézményünknél ki tudjuk váltani, meg tudjuk oldani úgy, hogy minél kevesebbet költsünk az épület fenntartására, és ez azért azt jelenti, hogy meg tudjuk tartani a munkatársainkat, nem kell senkit elengednünk, mi ragaszkodunk is ehhez a belső tartalomhoz, mert nyilván nagyon fontosak az épületek, de azért ami benne van, az szerintem sokkal fontosabb. Aki oda látogat, az nem a meleg vagy hideg falakkal fog szembesülni, hanem azzal, hogy az ügyintézők vagy azok, akik ott dolgoznak, melegséggel állnak-e hozzá, és segítőkészség van-e bennük. Szerintem ez ami fontos igazából. Szükség volt komolyabb megszorításokra, bezárásokra? Nem. Én azt gondolom, hogy amit elkészítettünk pályázatokból, azt azért készítettük el, hogy azt tudjuk üzemeltetni, tudjuk működtetni. Itt volt talán a műfüves pályánál egy ilyen egyhetes bezárás, de ott is akik játszottak vagy sportolni kívántak, azokkal megbeszéltük, hogy legalább annyit türelmet kapjunk már, hogy kiszámoljuk pontosan, hogy mennyi az a többletköltség, ami keletkezett, és egy egyeztetés következtében akkor ők is látták, hogy mennyivel kell nekik többet fizetni, és hogyha ezt a többletköltséget vállalják, akkor nyilván mi is vállaljuk azt, hogy üzemeltetni fogjuk ugyanúgy tovább. Ezt vállalták, és az is ment szépen nyugodtan tovább, de ugyanezt elmondhatnám az idős otthonnál, ugyanúgy elmondhatnám a sportpályánál. A hivatalnál az ügyfélfogadási rendet egy kicsit átvariáltuk, mert hétfő, szerda, péntek volt, és ezt összeraktuk három napra, hétfőket szerdára, és utána pedig egy ilyen home office-os rendszerben voltunk, de a három nap alatt többet voltunk nyitva, mint egyébként a hétfő, szerda, pénteki időszakban, de most már az időjárás engedi, úgyhogy lassan visszatérünk az eredetire, és mindenki elfoglalja minden a helyét. Minden mellett Nyírtelek is kapott kompenzációt, mennyi az, ami a költségvetésben? Így van, 47 millió meg egy pici, ennyit kaptunk kompenzációra. Ez valamelyest elég lesz, de én azt gondolom, hogy még így is szükségszerűvé válik majd ilyen szeptember-október környékén ennek az újra számítása, és a kormány részéről egy újabb támogatási csomag kiírása, vagy ennek a segítése az önkormányzatok irányába, mert ebből a 47 millióból az a többlet, amit nekünk fizetni kell, nem fog kijönni.
de gondolom más önkormányzat is hasonló helyzetben van. Mennyiből gazdálkodik 2023-ban, értelek? Több mint 1 milliárdból gazdálkodunk. Nyilván, hogyha ide vesszük a nyertes pályázatunkat, amik szintén meg fognak jelenni a költségvetésünkben, illetve átmenő tételek lesznek, akkor fel fogjuk vinni 2 milliárdra ezt a költségvetést. Nagyon nagy részét azért az intézmények fenntartása, a bérek fizetése teszi ki, míg az előző években azért tudtunk önerőből is fejlesztéseket véghez vinni, tehát nem volt pályázat például a kisvárosoknak játszóterekre, és akkor mi a saját játszótereinket saját forrásból megújítottuk, mert rengetegen költöznek nyírtelekre, nagyon sok gyerek születik, hála a jó égnek. A lakosságszámunk tulajdonképpen látványosan nem változik, csak egy kicsit fiatalodik. És ez nagyon jó hír, és nyilván, hogyha erre van igény, akkor mi azért vagyunk, hogy azokat az igényeket vegyük figyelembe, amelyekkel a város szembesül, úgymond. De mi nagyon jó dolog szembesülni ilyennel, de ha erre van igény, akkor ezt kell tennünk. Hogyan jelenik meg az idei fejlesztésekben ez? Hát fejlesztésekben idén úgy gondoltuk, hogy zömében a pályázatokra fogunk hagyatkozni, illetve tartalékot képeztünk a pályázatokhoz, tartozó önerőkhöz, illetve előre látható költségekhez. Két nagyobb pályázatunk lesz, az egyik a külterületi utakat foglalja magába, ami most jelen esetben 259 millió körül van, de lehetett kérni ebben is egy kis ráemelést, és mi ezt szerettük volna elérni. Már csak azért is, mert az előző években a belterületi útjainkat is sikerült megújítani, és volt 7 út, ami teljesen új burkolatot kapott, és ennek következtében a belterületen körülbelül 99%-ban már azért nem kell sárba járni az embereknek. Ez a külterületi útpályázat, ez pedig hasonló lesz, mint a belterületi, tehát ugyanolyan nagy lökést fog jelenteni a településnek. Ennek egy része útalappal történő ellátása olyan területeknek, ahol tanyákban laknak még emberek, illetve van olyan rész is, ahol aszfaltozni is fogunk, és nagyon-nagyon sokat fog ez jelenteni. Több mint 13 helyrajzi számot érint ez, tehát tényleg egy nagy kiterjedésű munka lesz, de azt hiszem ettől az sokkal fontosabb, hogy az ott élők életminősége nagyon nagyot fog javulni, mert ugye lehet nekünk szép óvodánk, szép orvosi rendelőnk, meg szép bölcsődénk, hogy de azért az ember, amikor kilép a kapuján, és akkor egy jobb úton tud elmenni munkába, boltba, óvodába, iskolába, el tudja vinni a gyerekét, akkor szerintem az az első impulzus, ami éri. És mindenkinek ugye a saját baja a legnagyobb baj, úgyhogy most egy kicsit így próbálunk közelebben, és mindenkinek a saját bajában segíteni. Mekkora tétel lesz ez összegben? 259 millió, tehát egy 1/4 milliárd fölötti lesz ez. Meglátjuk, 100%-os pályázati támogatással? Nem, lesz önerő is? Lesz önerő is benne, az körülbelül egy olyan 10-15 millió forintnyi önerőt fogunk hozzátenni, úgyhogy az is fontos, hogy ezt is ki tudjuk gazdálkodni. De azt hiszem, hogy bármihez mi nagyon szívesen hozzátennénk ugyanennyi önerőt, ami valóban a településen élők érdekeit, a mindennapjainak jobb áttételét szolgálja. Tehát én azt gondolom, hogy ez az önerő, ez elenyésző ahhoz, mint amennyi problémát megoldunk ezáltal. Másik komolyabb tétel a jövő évben, én úgy tudom, a Városháza átalakítása, illetve talán új épületbe is költözik. Igen, hát most utólag ugye látva van egy szerencsés helyzet, ami félig meddig abból adódott, hogy Nyírtelken két iskola volt, vagy két iskola épület volt, és az egyik iskola épületre már nem volt szükség az egyháznak a gyerek létszám csökkenésének következtében, és ezt visszaadták, és úgy gondoltuk, hogy arra egy pályázat keretében szeretnénk egy olyan előrelépést, hogy a településünkön, aki már volt, az látja, hogy egy ilyen nagyon pici városháza van, inkább polgármesteri hivatalnak mondanám, nagyon sok helyen sokkal jobb, sokkal szebb, sokkal nagyobb és sokkal korszerűbb található. Mi egyelőre úgy voltunk vele, hogy mindent szerettünk volna megújítani, felújítani és jobbá tenni, és magunkat hagytuk legutoljára, de most adta magát a lehetőség, hogy a régi iskolából egy szolgáltató városházát hozzunk létre, ami azt jelenteni,
hogy nem csak a polgármesteri hivatal, hanem a városüzemeltetési KFT, a szociális szolgáltató központ, a konyha, a könyvtár is oda költözne, illetve házasságkötőterem is kialakításra kerülne, valamint oktatási célra is meghagynánk vagy 2-3 tanteremnyi területet. És tulajdonképpen ezt szeretnénk úgy összerakni, hogy mindenki számára minden szolgáltatás, hogyha oda bejön, akkor elérhető legyen, ne kelljen a város egyik részéről a másikra menni, maximum az egyik ajtótól a másik ajtóig kelljen elfáradnia, és helyben megoldva minden problémáját egy mosolyal tud az arcán távozni. Ez a cél. És ugye ezt írta felül egy kicsit a mostani helyzet, mert elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mind a mellett, hogy ezek megvalósulnak, ez úgy valósuljon meg, hogy a város lakóknak minél kevesebbet kelljen az adójából ennek a fenntartására fordítani, tehát most olyan energetikai lehetőségeket keresünk, hogy ha nem is nullán, de közelítsen a nullához ennek a városházának a rezsie. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy mindenről beszámolt nekünk. Köszönöm szépen, további szép estét. Kedves nézők, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, amikor természetesen nemzeti ünnepünk lesz a központi téma. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!